Sziasztok! Egy újabb apró segédletet hoztam. Azzal kapcsolatban, hogy volt pár alkalom, hogy megkerestek azzal, hogy egy MIDI-t hangszerelnek, és nem ment ilyen a hangszer, vagyis nem a kívánt hangszínekkel szólal meg, amit kiválogatnak, meg hangerőkkel, hanem visszaáll az eredeti állapotába. Ezt szeretném bemutatni, hogy hogy tudjátok megcsinálni azt, hogy ez ne történjen meg, vagyis töröljétek a bizonyos program change adatokat. Na szóval, kiválasztod magát a MIDI fájt, amivel dolgozni szeretnél. Ugye itt van itt nekünk egy Neoton mixünk. Ugye elindítjuk, most látjuk ezeket az ikonokat, hangszíneket, stb. Ha elindítjuk, akkor indítás után egy picit később látszik, hogy ugye megváltoznak az ikonok. Valamint, ha most például kicserélném ezt a dobot egy nekem tetszőlegesre, például mondjuk erre, elindítom a dalt, ugye ezzel szól. De ha elmentjük, visszaállítjuk, vagy visszatekerjük, és újra elindítjuk a dalt, akkor ő visszavált az eredetire. Na szóval, én azt szoktam tanácsolni, minden esetben az a legegyszerűbb, elindítod a kívánt dalodat, hagyod, hogy szóljon, és sorba kicserélgeted a hangszíneket. Például itt nekünk legyen mondjuk ez a másik trombitánk, és akkor itt szépen sorba végig megyünk rajta, kicserélgetjük a hangszíneket, basszust, ugye az általunk kedvencekre akár. Én most szépen itt végig nyomkodom nektek, hogy most csak találom rá. Ugye nekünk ő nem fog kelleni, mert ő a úgynevezett szamárvezető. Hát érdemes mindig azokra kicserélgetni, közelebbé lévőkre, ami oda jó. Vagy azt is csinálhatod, hogyha egyelőre nem akarsz vele foglalkozni, ugyanazt vissza kiválasztod, és akkor itt szépen végig mentek rajta. Itt például van egy brass trombitánk, én például ezt szoktam használni. Ugyanúgy például a gitárnál. Így szépen végig ballagunk rajtuk, és akkor gyakorlatilag mindet kicserélgeted. Azért nem szoktam egyből mindig ugyanazokat beválogatni, vagy keresgélni. Mert ha ezt egyszer így megcsinálod, akkor utána nincs ezzel különösebb probléma. Így végigmész, ugyanígy a hangerőkön is. Én azt szoktam, hogy egyet mozdítok rajtuk, hogy megjegyezze a hangszer, hogy nekem körülbelül melyik értékek kellenek. Ezt ugyanúgy végig lehet játszani, akár az effektekkel itt a Mixer Tuningban, Sendefix. Többivel nem kell foglalkozni, ugye ezeket mindig alapértékről indítja a hangszer. Amikor ezzel megvagy, gyönyörű szépen megállítod a dalt, és nyomsz egy menü gombot, majd itt találsz egy ilyet, hogy Song Edit. Itt átmész arra fülre, hogy Delete vagy Erase, úgy amelyik hangszernél mi. Itt azt szoktam csinálni, hogy a tracknél kiválasztom, hogy az összesre, és szépen elkezdjük törölgetni az alábbi értékeket, hogy program change, rányomunk, törölje ki. Utána van egy ilyen, hogy control 032, ugye a program change és a control 032 határozza meg nekünk azt, hogy melyik hangszín szólaljon meg az adott csatornánkon. Ugye a hangerőket is, ha beállítottuk, akkor ugye van egy ilyen, hogy 739, ugye itt a 7-es a lényeg, ugyanezt kitöröljük, ugyanúgy az összes csatornáról. Hogyha az effekteket is álligattuk, meg a panorámát, ilyesmit, ugye a panoráma vagy balansz, ugye az a 10-es, azt is kitörölhetjük. Ugye az expresszont én nem annyira szoktam, először azért meg szoktam nézni, hogy melyik dalnál mit csinál, de lényegében akkor van jelentősége, hogyha dalon belül, adott csatornán belül változnak a hangerők, ugye ezt az expressionnel érdemes álligatni. Ha nincs, akkor nyugodtan törölheted azt is. Utána kitörölöd tovább a Ctrl 91-et,
92-t, 93-at és a 94-et. Ugye ez a négy adat határozza meg az adott csatornákon az effekteknek a arányát. Ha ezzel megvagy, akkor ugye visszatekerheted a dalt, és amit kiválogattál hangszíneket, azok már benne fognak maradni, hogyha elindítjuk. Nem ugrálnak el. Ugye, hogyha ezzel megvagyunk, itt ez nem is tudom, hogy mi volt, de mondjuk kinémítom. Utána csináltad azt, hogy saját magát a dalt beállítod magadnak, hogy oda pontosan milyen hangszer kell, milyen hangerő arányokkal, és akkor utána tovább csináltad a mixer tuningba magát az effektnek a beállításod. Ugye a basszusra nem szoktunk tenni nagyon semmit. Ugye az EQ-t mindent külön-külön be tudsz állítani. Amit még szoktam javasolni, egy inzert effektet a basszus csatornára. Volt, aki kérdezte, hogy hát milyen basszust hangszint használok, milyen szempleres anyagot, hát lényegében sem ilyet. Az a lényeg, hogy amelyiken a basszus van, ugye itt a kettes csatorna, itt rámész a kis X-re, megnyomod, és akkor keresel egy olyat, ugye a PA 4X-nél pont itt a közepén, ha ide behúzod a csúszkát, akkor itt fölülő az ötödik, itt lesz, hogy bassamp kabinet, ugye ez egy gitár, basszus gitár erősítő, ugye itt tudod állítani a erősítőt, magát a hangszórót, EQ-t, arányt, stb. Stb. Én lényegében ezt a kicsit keményebb, szleppes hangzást szoktam használni, ugye itt én ott az UK415-et szoktam használni, több értéken túlzottan nem szoktam változtatni, és ugye bekapcsolod, akkor egy kicsit harapósabb lesz a basszusunk lényegében. Kiszólózom. Ugye, most ez szerintem annyira nem fogja a videó visszaadni, ezt ott van gyakorlod, ha kipróbálod, akkor fogod jobban hallani. Ugye, így tudsz az értékekkel játszani. Ugye ez most egy kicsit szélsőségesebb beállítás volt. Utána ezzel mind megvagy, gyakorlatilag annyi a tendőd, fogod Save Song, és gyakorlatilag lemented a dalodat. Most ezt megszámozom, hogy egy. És ugye, hogyha kilépünk Songplay módba, ha kiválasztom ugye ezt a Neotomix 1, akkor már itt nem lesznek vele problémák a csatornákkal, azokat fogja beállítani, meg kapcsolni, amiket mi már beállítottunk. Ugye ez volt a eredetünk. Bízom benne, hogy tudtam segíteni. Köszönöm, hogy meghallgattad, megnézted. Sziasztok!